Mintegy 2800 néző volt kíváncsi a Falco Vulcano Energia KC Szombathely harmadik elődöntős mérkőzésére. Gáspero Korn tanítványai az erősen tartalékos szolnoki olajcsapatát fogadták az Aréna Szaváriában. A vendégektől több kulcsjátékos, valamint a juniorkorú kosarasok is hiányoztak, így már a kezdőötös sem volt megszokott. Ennek ellenére jól kezdte a találkozót a Szolnok, és sokáig fejfej mellett haladtak a csapatok. Majd az ifjú Pallai pontjaival -4-re zárkózott az olaj a negyed végére. A folytatásban sem változott a játék képe. Ha a Falco triplát szerzett, a vendégek is betaláltak. A pattanásig feszült hajrában aztán Curry rázta meg magát, és egy hatalmas zsákolással állította be a szünetben az 51-49-es állást. Jót tett a pihenő a szombathelyi kosarasoknak, mert fordulás után már az történt a pályán, amit a hazai szurkolók, valamint a vezetőedző is látni szeretett volna. Váradiék könnyed kosarakat szereztek, védekezésük pedig kellően masszív volt. Alexis mester még időkéréssel próbálta megzavarni a sárga-feketék játékát hiába, mert ekkor már 20 pontos volt a differencia. A végére csak a különbség volt a kérdéses. A 102-75-ös végeredménynek köszönhetően a Falco 3-0-ás összesítéssel jutott a fináléba. Nem játszottunk jól a találkozó elején, de a második félidőben belejöttünk, és csapatként jól játszottunk. A vezetőedzőnk remekül felkészített minket a párharcra, és most már ott vagyunk a döntőben. A Falco szimpatizánsok örömét fokozhatja, hogy a szombathelyiek egy hetet pihenhetnek a fináléra. Az ellenfél kiléte még kérdéses, hiszen az Aegis Körmend Pécs elődöntőben szerda este játsszák az 5. mindent eldöntő találkozót. A finálé első felvonására szombat este kerül sor.